had a good time, especially when we're feeling. Ride of our lives, I'ma ride till I die. Hello Videó! Hello Videó! Hogy vagyunk? Hát én teljesen kivagyok. Még a túra felét se tettük, még már állna ezeket az üregeket nézzük. Hál' Isten nem lehet bemenni. De be lehet. Bemész? Nem. Na mindegy, ez nekem nem jön be ez a túra. És csak úgy üzenem a fiúknak. Azért nem akartál a múlt héten jönni. Éreztem én ezt. De már is megérte. Vizelet minta, vagy mi? Porból? Orosított vizelet minta? Nem. Hello Videó! Hello Videó! Hello Videó! Most éppen itt vagyunk a Csillabérc KFK-inak a szélén, már bent vagyunk az erdőben, és a mai programunk az lesz, hogy Piktor tégla üregeket fogunk nézni. Ez ilyen nagyon izgalmas lesz, és szerintem anya nem fog bemenni az üregbe, de mi igen, úgyhogy az jó lesz. Hogyha beszakadna az üreg, akkor anyuci kint áll, hogy segítsen nekünk. Az egész Legó család is beszakad? Azaz nem, az sajna nem tudott eljönni. Szabadságot vettem. Jaj, de sajnálom. Köszi. Hello Videó. De itt elmondhatod a szöveget. Hello Videó, most éppen itt vagyunk az egyik legnagyobb piktortégla üregben, amit úgy hívnak, hogy hangár, mert hát úgy is néz ki, mint egy hangár, csak hát nem fér bele egy repülő. De akkor még olyan, mint egy hangár. Szóval ez azért érdekes ez az üreg, mert akik itt kiválták, azok... Jó, inkább gyere vissza. Hátra. Igen. Szóval? Szóval, akik kiválták ezt a helyet, az csak a piktor téglának az anyagát válták ki, semmi mást, úgyhogy ezért érdekes. Ezért válták ki a tégla anyagát. Igen. Úgyhogy ez érdekes, hogy pont ilyen forma volt a föld a kőzetben. És hát... Ezt akarták, hogy nagy mennyiségben gyártsák, de, vagy bányásszák ki, de annyi azért nem volt ott, hogy amikor fölmérték, akkor elvetették ezt az ötletet, hogy ilyen bányászást telepítenek ide. És hát itt Budaörsön ugye ilyen német családok laknak, és a második világháborúban azokat kitelepítették a német családokat, ezért a bányászás 1950-ben leállt. És ezek a barlangok megmaradtak. A végébe. Érdekes. Lehet, hogy be is omlott ott a végén. Igen, beomlott a végén. Mert tudja, hogy hosszabb. Ez a márga itt, ez a sárga. Igen. Ez. Ez itt a márga, és... Ezzel színezték a festéket. Hú, azt egész jól néz ki. Vörösebb, mint amire gondoltam. Én azt hittem, hogy nem ilyen vörös, de látszik, hogy milyen érdekesen maradt meg, hogy ilyen sziklák. Szóval ez tetszik. Hello Videó! Oh,
Hello videó, most éppen itt vagyunk egy üregnél, lehet, hogy nem, de lehet, hogy az volt. Egy ilyen üreg, ahol lehet szerintem beomlott, de nem biztos. Mit csinálsz ezzel a fával? Hát akarok egy kis piktort szerezni. Igen. Hogy csinálhassak én is piktortéglát. Mert ezt hát ugyanezt csinálják, amit majd én fogok csinálni, hogy összegyűjtötték és leszállították a faluba, ott odaadták a férfiak, ott odaadták az asszonyoknak, és az asszonyok pedig elkezdték megmunkálni, vagyis vizet öntöttek rá, és egy ilyen formába beletették, és kitették a napra, hogy megszáradjon. Igen, és ezekből lettek a téglák, és beleütötték a pecsétjüket. Ja igen, és beleütötték a pecsétjüket. Talán mit csináltak? És elszállították a szobafestők, igen, a piktoroknak, a szobafestőknek, és eladták nekik, de még az mit is... Mit csináltak a festők ezzel az anyaggal? Hát összekeverték mésszel, oltott mésszel. De miért keverték? Hát, hogy jobban feltapadjon a falra. Nem azért. De? Hanem, hogy színes legyen. Ja, meg hogy színes. Igen. Ja, igen, igen, azért. Igen. És... Hát, és még az az érdekes, hogy még exportálásra is került. De az mondjuk nem sok, de igen, került. Hello videó! Hello videó. Hello videó. Mi folyik itt? Hát én nekem már elegem van, komolyan. Most itt váljuk a izét, a földet. Nagyon izgalmas. Jó a program? Nagyon jó, nagyon. Ez tiszta fiús program. Hát én ilyenre biztos nem jönnék. Ki se találnék ilyet. Jó, de neked nem tört. Nem női program. Köszönjük. De én találtam a piktort. Videó, most éppen itt vagyunk egy ilyen üregnél, és hát ez az üreg ilyen érdekes, mert erre tettek ajtót, csak már ugye már le van szedve, ezért benéztünk. Nagyon érdekes, mert elég hosszúnak tűnt, és így ketté vált a járat, ami érdekesnek tűnt szerintem, mert azért eléggé nagynak tűnik ez nekem. Ez a harmadik olyan, ami még be is lehet menni, és nagy is. Hát igen, ebben még be is lehet menni, és nagy is. Csak mi nem megyünk most be. Hát sajnos nem megyünk be. De én beférek, csak én nem mehetek be egyedül. Így van. Hello videó. Hello videó. Hello videó. Most éppen itt vagyunk egy másik üregnél, amit nem falasztak be itt, hogy legyen egy ajtaja, hanem így szabadon van. És végül is ebbe is simán be lehet menni, hogyha abba be tud. Nem, ebbe simán. És hát... Mondjuk nem tart sokáig, lehet két lehetőség van, vagy beomlott, vagy csak odáig tartott. Szóval ez a két lehetőség van. De azért így is elég nagynak tűnik. Érdekes. Érdekes. Szóval jó ez az üreg. Hello videó.
Hello videó, most éppen azt fogjuk csinálni, hogy bemutatjuk, hogy hogy csináljuk meg a piktortéglát. Mert ugye látszódik majd a videó.